Novemberben elindul a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 2022-es évi tagdíj megállapításának második üteme. Az év első felében a gazdálkodó szervezetek voltak soron, most ősszel november 1-e és 30-a között pedig az őstermelőkre és az egyéni vállalkozásokra kerül majd sor. A tagdíjnak az alapja, az a 2020-as árbevétel, ezt csökkenteni szükséges a 2020-ban folyósított agrártámogatásokkal. Ugyanúgy, mint a gazdasági társaságoknál, az egyéni vállalkozóknál is a kamara állapítja meg a tagdíjat, és erről egy számviteli bizonylatot is feltölt az ügyfélnek a kamarai e-irodájába, ami néhány napon belül, tehát november 1-e után elérhető lesz, és azok a kamarai tagok, akik nem élnek a tagdíjkorrekció lehetőségével, azok ezt a bizonylatot be is tudják rakni tulajdonképpen a könyvelésük. Azok, akik élnek a tagdíjkorrekció lehetőségével, számukra a kamara november 30-a után állít ki egy új bizonylatot. A tagdíj fizetésnek a határideje az 2022. december 15-e. De kedvezményt is kaphatnak a kamarai tagok, hiszen a történelmi aszály és az orosz-ukrán háború, valamint az ennek nyomán kialakult energiaválság miatt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara országos küldött gyűlése úgy határozott, hogy a lehetőségekhez mérten csökkenti a befizetendő díjakat. Ez azt jelenti, hogy a 2-es, 3-as és 4-es tagdíjfizetési osztályba tartozó magánszemélyek, tehát azok, akik 5000, 30000 és 150000 forintot fizetnek, ők automatikusan 30%-os tagdíjkedvezményt fognak kapni. Az 5-ös tagdíjfizetési osztály és a fölött lévő magánszemély tagjainknak pedig nem automatikus ez a kedvezmény. Ők egy méltányossági kérelmet tudnak benyújtani a kamara megyei elnökségeihez, és ezeket a méltányossági kérelmeket azután a megyei elnökségek fogják elbírálni, és a rendelkezésünkre álló keret kimerültéig jóvá hagyni. Azoknak a személyeknek, akik ezt igénybe szeretnék venni, méltányossági kérelmet kell benyújtaniuk december 15-ig a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei igazgatóságára.